Üdvözlöm Önöket, ez a Világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Megkéselt két rendőrt, majd a tőlük szerzett fegyverrel lövöldözött egy férfi a belga Liège városában. A merényletben a két rendőr, valamint egy arra járó autó utasa is életét vesztette. Szemtanúk szerint a merénylő azt kiáltotta, Allahu Akbar, mielőtt lelőtték a hatóságok. A belga nyomozók terrorcselekményként kezelik az ügyet. Ezeken a közösségi médiára feltöltött felvételeken látni, hogy menekülnek az emberek egy belga város egyik teréről. Liège-ben egy iskola szomszédságában kezdődött a támadás, amelyet egy férfi hajtott végre kedden délelőtt 10 óra körül. A belga ügyészség közleménye szerint a merénylő először két rendőrt ölt meg. A férfi hátulról támadt rá a járőrökre egy késsel, majd megszerezte azok szolgálati fegyvereit, amelyekkel lövöldözni kezdett. A két rendőr mellett életét vesztette egy arra járó civil autó egyik utasa is, akit a támadó meglőtt. A merénylő az első lövések után a szomszédos gimnázium épülete felé indult el. Annak bejáratánál túlszul ejtette az iskola egyik takarítónőjét, de az épületbe már nem jutott be, a kiérkező rendőrök végeztek vele. Az akcióban még két rendőr megsebesült, az iskolai dolgozó viszont sértetlenül megúszta. Szemtanúk elmondása alapján a támadás közben a merénylő azt kiabálta, Allahu Akbar. Sajtóinformációk szerint a férfi a hét elején szabadult a börtönből, egyes feltételezések szerint ott radikalizálódhatott. Az ügyészség közölte, terrorcselekményként kezelik a támadást. Belgiumban az elmúlt években több véres terrortámadás is történt. A 2016-os brüsszeli robbantás sorozatot követően a legmagasabb 4-es szintű terrorkészültséget léptették életbe az országban, a szintet később folyamatosan csökkentették, legutóbb az idei év elején 2-es fokozatra, ami azt jelentette, hogy a hatóságok már nem számítottak új terrortámadásra. Olaszország szerte felháborodást váltott ki, hogy az olasz köztársasági elnök gyakorlatilag megakadályozta, hogy a március elejé választások populista, euroszkeptikus győztesei kormányt alakíthassanak. Az átmeneti szakértői kormány megalakítására felkért Carlo Cottarelli sem a politikusok, sem a nép részéről nem sok támogatásra számíthat. Cottarelli kormánya halva született, Merkel fenyegetőzik, áll az egyik olasz napilap címoldalán. Más szalagcímek sem túl bíztatóak. Demokrácia felfüggesztve, hirdeti a jobbközép Il Giornale. Mattarella az augusztusi előrehozott választásokkal játszik, figyelmeztet a La Repubblica. Olaszországra ugyanis mindenképpen előrehozott választás vár, a kérdés csak az, hogy mikor. A Sergio Mattarella elnök által kormányalakításra felkért Carlo Cottarelli terve az, hogy az év végéig elfogadtassa a parlamenttel a 2019-es költségvetést, majd visszaadja mandátumát, és 2019 elején jöhetnek az előrehozott választások. Ha azonban a parlament nem szavaz bizalmat Cottarellinek és átmeneti szakértői kormányának, úgy az olaszok akár már augusztusban ismét a választóurnákhoz járulhatnak. Azzal, hogy megpróbálnak egy új kormányt felállítani, körülbelül 10 napig tudják még meghosszabbítani ezt a politikai ciklust, aztán újra vissza kell mennünk szavazni. Ez az egész csak időhúzás, az olaszok idejének elfecsérlése, véli ez az üzletember. Az az érzésem, hogy újra az olasz politika színházában vagyunk, és meggyőződésem, hogy végül vissza fogunk térni Silvio Berlusconihoz. Ekkora utat tettünk meg, hogy végül visszatérjünk oda, ahonnan indultunk. Nem aggódom, csak kiábrándultam, mondja ez a római lakos. Még egy másik helybéli szerint az elnök tudja, hogy miért kellett ennek így történnie, de az állampolgárok ezt sosem fogják megtudni. A hivatalos indoklás szerint a köztársasági elnök azért nem fogadta el az Ötcsillagmozgalom és a Liga pénzügyminiszter jelöltjét, mert az euroszkeptikus szakember jelölése bizonytalanságot keltett a nemzetközi üzleti életben és a pénzügyi piacokon. Válaszul az alakuló koalíció miniszterelnök jelöltje visszaadta a kormányalakítási megbízást, az elnök pedig kapva az alkalmon a Valuta Alap 64 éves volt főmunkatársát, az uniópárti Carlo Cottarellit bízta meg egy szakértői kormány megalakításával, úgy, hogy Cottarelli részt sem vett jelöltként a márciusi választásokon. A felkérés a piacokat talán igen, az olasz népet és a belpolitika szereplőit azonban egyáltalán nem nyugtatta meg, sőt. Ciao tutti! Az előző este volt az olasz demokrácia legsötétebb órája, nyilatkozta másnap a választásokat megnyerő Ötcsillagmozgalom vezetője. A közfelháborodás egyik oka, hogy Carlo Cottarelli már korábban úgy vált ismerté, mint Olló úr, aki kormányzati szinten eddig mindig a közkiadások megnyírbálására tett csak javaslatot. Másrészt, mert a legtöbben valóban úgy látják, hogy az elnök csak időt akart nyerni, elodázni egy populistának tartott unió ellenes kormány megalakulását.
A két legnagyobb párt, a márciusi választásokon győztes Ötcsillagmozgalom és a Liga azonban már bejelentette, hogy nem fognak bizalmat szavazni a parlamentben a szakértői kormánynak. Cottarelli ezért csak abban bízhat, hogy az államfőnek bemutatott miniszterjelöltjei és saját szakértelme elegendő politikust győznek meg személyesen arról, hogy az év végéig megérdemli a támogatást. Uzoni Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszélgetek tovább az olasz válságról. Szervusz, Eszter! Szervusz, Géza, és üdvözlöm a kedves nézőket is! Mi azt megtudhattuk, hogy belül nem elégedettek az olasz elnök döntésével, de hogyan reagáltak külföldön egy esetleges olasz szakértői kormány felállítására? Tudod, ez nagyon érdekes kérdés, mert a reakciók nagyon beszédesek. Angela Merkel német kancellár egy globalizációs konferencián utalt az olasz helyzetre. Azt mondta, úgy látja, a nemzetközi szervezetek és intézmények kezdenek gyengülni, és az egyes országok úgy vélik, hogy egyedül is megoldásokat tudnak találni a problémáikra, pedig Merkel szerint igazi megoldásokat csak nemzetközi együttműködéssel lehet találni. Macron reakciója pedig még egyértelműbb, az olasz elnököt bátorsága és felelősségtudata miatt méltatta, amiért megvédte az országa intézményi és demokratikus stabilitását. Mindez arra utal, hogy a Liga és az Ötcsillagmozgalom ismerten euroszkeptikus jelöltjének visszautasítása akár Brüsszel nyomására is történhetett. Az utóbbi években komoly pénzügyi gondokkal küzdő Olaszország ugyanis az eurozóna negyedik legnagyobb gazdasága, ahol korábban több populistának tartott párt, például az Ötcsillagmozgalom is felvetette, hogy kilépnének az euróövezetből, ami hatalmas csapást mérne az unióra és a közös valutára is. Igen, de még ha ezt nem is tennék meg, akkor is nagy csapás lenne az uniós eszmére, ha negyedik legerősebb gazdaságú ország, ahogy mondtad, vezetése euroszkeptikus lenne. Igen, ez többek szerint is nagyobb fejtörést okozna Brüsszelben, mint a Brexit, pedig ugye az sem elhanyagolható. És nagyon úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyzetben a Liga és az Ötcsillagmozgalom nemhogy veszítenének a támogatottságukból, hanem az elnök antidemokratikus döntése és az uniós vezetők arroganciája miatti közfelháborodás csak az ő malmukra hajtja a vizet. A Liga vezetője Merkel és Macron megnyilatkozása után egyenesen kijelentette, hogy Olaszország senkinek nem a gyarmata vagy a rabszolgája, még a pénzügyi piacoké sem. Az Ötcsillagmozgalom vezetője pedig rámutatott, hogy egyszerűen nem szabad demokrácia az, ahol nem lett olyan ember gazdasági vezető, aki valaha is kritikusan beszélt volna az euró vagy az euróról. Ez érdekes gondolat. És mi a helyzet Berlusconival, ugye az egyik római lakos is őt vizionálta, valóban visszatérhet hozzá az olasz belpolitika? Igen, már többen is megírták, hogy Berlusconi nem az az ember, aki csak úgy eltűnik a süllyesztőben. Egy bírósági ítélet alapján pedig május közepe óta ismét legálisan is újra politikai tényezővé vált. 2011-ben ugyanis adócsalásért ítélték el, ezért a márciusi választáson sem indulhatott, de a milánói bíróság ítélete szerint most már újra betölthet politikai tisztséget. Éppen ezért kapóra jöhet tehát neki, hogy mindenképpen előrehozott választások jönnek Olaszországban. Pártja, a Forza Italia ugyanis tagja volt annak a jobbközép pártszövetségnek, ami az előző választást megnyerte. Ki tudja, 81 évesen talán ismét elnyerheti a választók bizalmát. Meglátjuk, mi lesz Berlusconival, akárhogy is várakozással tekintünk a fejleményekre. Köszönjük ezt el. Én is köszönöm. Felállt és kivonult az ENSZ Genfben rendezett leszerelési értekezletéről az Egyesült Államok szervezethez akkreditált nagykövete. Washington azért döntött a tiltakozás mellett, mert a konferencia soros elnöki tisztjét a hét elején Szíria vette át. Demonstratív jelleggel felállt és kivonult az ülésteremből az amerikai delegáció akkor, amikor az ENSZ leszerelési értekezletén Szíria vette át a soros elnöki tisztséget. Felháborítónak találjuk Szíria tetteit, azt a mély megvetést, amit az ország a nemzetközi kötelezettségei iránt mutat. Damaszkusz számtalan alkalommal bizonyította már, hogy képes saját népe ellen fordulni, és akár tiltott vegyi fegyvereket is bevet a polgárháborúban. Szíriának ezért sem hitelessége, sem erkölcsi alapja nincs ahhoz, hogy átvegye a leszerelési értekezlet elnöki tisztét. Ez volt az a testület, amely például a vegyi fegyverekről szóló megállapodást is tárgyalta, fogalmazott a diplomata. Washington egyúttal arra szólította fel a többi résztvevő országot is, hogy fejezzék ki felháborodásukat a szíriai rezsim által elkövetett bűncselekmények miatt.
Az ENSZ-en belül működő testületnek 65 állama tagja, akik az angol ABC-nek megfelelően meghatározott sorrendben váltják egymást az elnöki poszton. Szíria elkötelezett a leszerelési értekezlet munkája mellett. Ezeknek a tárgyalásoknak a révén valósítható meg a fegyverkezés visszafogása, és élhetünk például egy atomfegyverek nélküli világban majd, mondta Szíria nagykövete. Az Egyesült Államok közölte, az egy hónapos szír elnökség alatt nem fogja a testület munkáját bojkottálni. A kedden történt kivonulást csupán egyszeri, erőteljes demonstrációnak szánta. Fegyveresek támadtak rá hétfőn Nicaragua fővárosában a Műszaki Egyetemet elfoglaló egyetemistákra, közölte az Amnesty International. A Nemzetközi Jogvédő Szervezet szerint egy diák meghalt, 41 pedig megsebesült. Latin Amerika második legszegényebb országában április közepén kezdtek tüntetni a társadalombiztosítási járulékok emelése és a nyugdíjak csökkentése ellen. Bár Daniel Ortega elnök április végén visszavonta a tervezett reformot, a nyugalom nem állt helyre. A hatóságok durva erőszakkal válaszolnak a kormányellenes megmozdulásokra, amelyekben a diákok komoly szerepet játszanak. Eddig legalább 77 ember meghalt és több mint 800 megsebesült. A Műszaki Egyetem a negyedik felsőoktatási intézmény volt, amelyet a diákok elfoglaltak. Tovább folynak az északi áramlat 2 építési munkálatai, annak ellenére is, hogy az orosz gázt Németországba juttató vezetéket egyre többen ellenzik. Moszkva és Berlin kapcsolata mélyponton van, ennek ellenére a beruházás jövő év végére elkészülhet. Washington a hétvégén szankciókkal fenyegette meg azokat az európai cégeket, amelyek részt vesznek az építési munkálatokban, és közölték, Ukrajna szuverenitásába való orosz beavatkozásnak tekintik a Balti-tenger alatt épülő északi áramlat kettőt, mert ezzel akár teljesen ki lehetne iktatni az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállításokat az EU-ba. Nem javasolják a Kaliningrád terület vezetői, hogy külföldön szálljanak meg a közelgő foci VB-re érkezők. A Balti-tenger partján lévő orosz exklávé délen Lengyelországgal, keleten Litvániával határos. A fővárosban rendezik a labdarúgó világbajnokság több meccsét, amikre külföldről nehéz lehet időben odaérni. Komoly erőfeszítéseket tesz Oroszország annak érdekében, hogy a foci VB-re érkező szurkolók ne tapasztaljanak kényelmetlenségeket. Kaliningrádban gyorsítani akarják a határátlépést. A mérkőzésekre érkező jeggyel rendelkező látogatóknak nem lesz szüksége orosz vízumra. Helyette egy személyre szabott szurkolói igazolványt kapnak, amivel könnyebben juthatnak át a határon, mondta a helyi határőrség vezetője. Bár Kaliningrád autóval, vonattal, komppal és repülővel is megközelíthető, a terület turisztikai minisztere szerint a VB idején érdemesebb náluk megszállni és nem külföldön. A legkényelmesebb, ha a szurkolók repülővel érkeznek. Ha inkább Lengyelországban szállnak meg és autózni vagy buszozni akarnak, érdemes úgy tervezniük, hogy egy óránál biztos többet kell várni a határon, mondta a politikus. A várakozási idő, a szurkolók tömege és a megerősített biztonsági ellenőrzés miatt nőhet meg a határon. Szeretnénk, ha a szurkolók többsége nálunk szállna meg és látná, hogy nem csak a foci VB-re érdemes idejönni, hanem vakációzni is. Így a jövőben turistaként is visszatérnének hozzánk. A szurkolókat nem csak szállodák fogadják majd a kaliningrádi területen. A Balti-tenger partján egy kempinget is kialakítottak nekik. Nálunk június 23-a után pár napig nem lesz szabad szoba, de más hotelekben még lehet néhány. Nem hiszem, hogy ez akkora gond lenne, ami miatt Lengyelországban kellene megszállniuk a szurkolóknak, mondta egy hotel PR menedzsere. Az orosz exklávé székhelye 170 kilométerre van a lengyelországi Gdańsk városától. Königsberg néven korábban Kelet-Poroszország fővárosa volt. Ott született a híres filozófus Immanuel Kant. Újabb kutakat fenyeget a láva Hawaiin, annál a geotermikus erőműnél, amelynek két kutyát szombaton már elborította a folyékony kőzetolvadék. A létesítmény ezeken keresztül a föld mélyebb rétegeiből magas nyomású gőzt nyer ki, ami áramtermelésre használta. Az erőmű izraeli üzemeltetője még nem tudta felmérni a károkat. Hétfőn ismét kitört a nagysziget déli részén lévő Kileau tűzhányó, amelyből 4,5 kilométeres magasságba tört fel a vulkáni hamu. A tűzhányó május 3-a óta különösen aktív, ezért a környékéről mintegy 2000 embert evakuáltak. A láva már legalább 82 lakóházat elpusztított.
A folyékony kőzet olvadék korábban a világ egyik geotermikus erőművét sem fenyegette. Így a következményekkel kapcsolatban nagy a bizonytalanság. A hatóságok szerint a hawaii létesítmény biztonságos, a helyiek szerint viszont a kutaknál robbanások lehetnek. Árverése bocsájtják csütörtökön Hágában a világ legnagyobb természetes édesvízi gyöngyét. A 7 cm hosszú, 120 g-os gyöngy szabálytalan formája egy alvó oroszlánra emlékeztet, innen kapta a nevét. A 18. század első felében keletkezett Kínában, majd Batáviába került, később pedig eladták egy amszterdami árverésen, amelyen II. Katalin orosz cárnőnek vették meg. Az uralkodó nő az Ermitás palotában őrizte a gyöngyöt, ami halála után elkallódott. Végül Lengyelországban bukkantak rá. Az alvó oroszlánt 1865-ben egy holland aranyműves vásárolta meg, akinek generációkon át a családjában maradt. A kincs legutóbb 1979-ben cserélt gazdát, amikor az Amszterdami Gyöngytársaság vette meg történelmi kutatások céljára. Értéke 340-540 ezer euró között lehet. És ezek voltak a világhíradó hírei mára, holnap ismét várom Önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!